Köszöntöm nézőinket! 15 éves lett a Kowalski meg a Vega. A zenekar nem akárhogyan ünnepel, hiszen a jubileumi évet február 17-én egy aréna koncerttel nyitották meg, március 23-án pedig egy jubileumi koncertturnéra indul a csapat, melynek első állomása Debrecen lesz. Erről is beszélgetünk ma a zenekar két tagjával. Köszöntöm a stúdióban Kovát és Jimmy-t. Sziasztok, srácok! Szia még egyszer, meg sok szeretettel a nézőket is. Sziasztok! Pont beszéltünk arról, hogy egy évvel ezelőtt találkoztunk utoljára, és azóta nagyon sok minden történt veletek. Például tavaly októberben jelent meg a 9 című dupla albumotok, ami mostanra, hogyha jól emlékszem, 4-szeres platina lemez lett. Minek köszönhető ez a siker? Mit tudhatunk erről az albumról? Hát nem csak ez az album, tehát ezt megelőző albumok is igencsak jól szerepeltek, hogyha csak magát a számadatokat nézzük például. Gyakorlatilag ez egy sorlemez is egyébként, tehát 10 vadonatúj dallal, azonban azért ez átkarolja, vagy átfogja az egész eddigi munkásságát a zenekarnak, már amennyire azt lehet két CD-be belesűríteni, tehát ez egy dupla album, és hát egy válogatás része is van. 34 trackkel, ugye, tehát 34 dal, de mint ahogy említettem, abból csak 10 a vadonatúj. Ugye tavaly októberben készült el talán az eddigi legmeghatóbb videóklipetek a 15 millióból egy című dalhoz, ahol a Magyar Honvédséggel, illetve a Honvédelmi Minisztériummal dolgoztatok együtt. Hogyan jött a közös munka gondolata? Hát mivel ezt kitaláltuk, hogy milyen dalra forgatjuk a klipet, aztán Kovának jött egy ötlete, hogy tulajdonképpen a klipben minek kellene szerepelnie. És hát azt gondoltuk, hogy ez legyen már tényleg egy profi klip, amit már nagyon vágyott a zenekar. Nyilván most már adott volt, hogy Indiánnal dolgozunk, az előző klipet is vele csináltuk, az is jó sikerült, úgyhogy biztosak voltunk, hogy vele szeretnénk dolgozni. De ezt úgy szerettük volna tényleg megcsinálni, ahogy az Kova elképzelte, de harci járműveket bérelni itt a utcasarkon, vagy itt-ott bárhol nem nagyon lehetett. Ezért hát nekünk segítségre volt szükségünk, hogy ezt tényleg úgy tudjuk megcsinálni, vagyis egy indián úgy tudja megcsinálni, hogy abból egy olyan klip guruljon ki, amit mi valójában szerettünk volna, vagy ahogy az Kova fejébe összeállt. Úgyhogy innen indult a kapcsolat, aztán ez tovább is gurult. Ugye a klipben nem láthatunk titeket, viszont készült egy verkfilm, amiben láthatjuk, hogy ti is részt vettetek egy kiképzésen. Miért volt számotokra ez fontos? Ne, számunkra egyáltalán nem volt ez fontos egyébként, igazából a honvédség találta ki, hogyha már nem szerepelünk a klipben, akkor mi lenne, hogyha legalább egy ilyen kiképzésszerű dolgon részt vennénk. És akkor mondtuk, hogy hát ez elég izgalmasan, meg kalandosan hangzik, úgyhogy benne is voltunk, ez a 5 vagy 6 napot töltöttünk ugye Táborfalván, ami egyébként meg a különleges erőknek a székhelye, tehát nem akármilyen kezekben voltunk mi, tényleg az elit, ből válogatott oktatóink, vagy kiképzőink voltak, és hát az egy csodálatos, és tényleg annyi felhetetlen emlék, meg élménnyel lettünk gazdagabbak mi az alatt az 5-6 nap alatt. Utána végül is ezt oda is gurították, hát nyilván már magát a kiképzést sem mi szorgalmaztuk, meg az sem, hogy aztán mi gyakorlatilag ilyen tartalékos állományban, tehát hogy hivatásos katonák váljunk egy 3 évre, hiszen mi szerződést írtunk alá. Tehát ez a sztori egészen odáig gurult. Igen, ezt talán még most kevesen tudják, de egyébként erről van szó. Tehát most gyakorlatilag tényleg katonák, hogyha jól tudom, őrvezetőkkel. Valami olyasmi rangot is kaptunk. Az igen. Hát még a kiképzésünk hátra van. Ugye majd meglátjuk, hogy a turnéban hogyan tudjuk beleilleszteni, és együtt megbeszélni magával a honvédséggel is, hogy tényleg a kiképzésünk végére is érjünk, de gyakorlatilag tényleg erről van szó, tehát 3 évig mi most szerződéses állományban vagyunk. Voltatok egyébként katonák annak idején? Pont ezen vagyunk. Hogy... annak idején minden követ megmozgattam én személy szerint, de mindenki, hogy mi véletlen se legyünk. Itt meg egy pillanat alatt már azon vettük magunkat észre, hogy húzzuk a bakancsot fel, aztán megyünk erőltetett menetbe ott a homokdűnék között. Hát senki nem volt, de nekem egyébként ilyen bakancslistás sztori volt. Tehát én nagyon ki akartam ezt próbálni, ráadásul itt, amiket nekünk lehetőség ez... nyújtottak nekünk, helikopterezhettünk, amerikai harckocsikat, hemmereket vezethettünk, akkor a szőlőfürdet is kipróbáltatták velünk, hogy egy kötelet leengedtek, és a helikopter fölemelt 12 embert, és úgy húzta a levegőbe, és a legvégén meg nyilván a legizgalmasabb. Több 100 méter magasan, 5 kilométeren keresztül. Van, tehát hogy ezt úgy képzeld, hogy tényleg a semmiben lóksz ilyenkor. Ez is meg hát... A lehető ernyőzés a végén az elég izgalmas volt. Jó volt, na. Nagyon jó volt egyébként tényleg.
Ugye a katonák után a legújabb videóklipetekben a sportolók kerülnek a középpontba. Kikkel igen, dolgoztatok igen. együtt a Lehetetlen Nincs című videóklipetek forgatásán? Na. Megkeresett bennünket a Kézilabda Szövetség, és tehát ez egy célzott munka volt, és hát ott kifejezetten egy kérést teljesítettünk, de nagyon nagy örömmel egyébként, nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a szövetségből, akikkel mi kapcsolatban voltunk, és végül is, ugye ez nem pusztán egy Kowalski meg a Vega dal, ez a Lotfi Begivel közös és ez már egy remix, tehát mi elkészítettünk végül is egy dalt, ami, vagy egy hangszerelést, ami azért nagyban különbözik attól, mint ami a végeredmény lett, hiszen magát a remixet meg már a Begi készítette. Úgyhogy ez még most hátra van nekünk egyébként egy megjelenésünk is, egy közös megjelenésünk, úgyhogy jól tudom, ez most március végén megyünk vissza az arénába, ott van ez a BL döntő ez hát egyébként? Hát az a... És ez jó kérdés, ez a Final Four, ez... Final Four szerűség, nagyon összeszerettek vagyunk kézben, de nem tudom, látszik el. Ez egy nagyon komoly kupa, és szerintem nemzetközi kupa döntő. És ott majd elő fogjuk adni még ezt a dalt, hogyha minden igaz. Úgyhogy még ez folytatódik, ez a közös munka, és lehet, hogy nem csak ez az egy ilyen állomás lesz. Meglátjuk majd. Egyébként nekünk tetszik ez a dal, nagyon. Az a verzió is, amit a Begi készített el, de mi a koncerteken a saját verziónkat fogjuk majd játszani. Innentől az arénában még a remix változatot adtuk elő, de aztán most már vissza fogunk térni az eredeti saját verziónkhoz. Hogyha már említetted Kova az arénát, ugye arra nagyon jó felkészülés volt az Essencia című miniturnétok tavaly év végén. Ez miben volt más, mint bármelyik más koncertturnétok? Hát abban, hogy Soci megint nem jöttünk, és már minden baja volt mindenkinek, hogy nem turnézunk. Meg hát egyébként nem is a zenélésem volt a hangsúly. Igen. Hát itt ez inkább ilyen beszélgető esteknek volt számva, végülis az is gurult ki, helyek közel belőle volt vagy 3-4-5, nem tudom pontosan most mennyi, ez állomásonként változott is, akusztikus verzióban előadott dal, de a többi időt azt gyakorlatilag kommunikációval töltöttük ki, tehát mi legfőképpen én beszéltem, de volt, hogy a közönség is bekapcsolódott ebbe, és akkor hát azért voltak ilyen eszmecserék. Lesz még ilyen egyébként? Ilyen turnétok? Nem, ez sem volt annyira nagyon tervezve. Itt, hogy most felszabadult egy csomó idő, meg a körülmények is azt diktálták, hogy esetleg erre szükség van. Úgyhogy most ez így éppen kigurult, de nem igazán van ez tervezve, elképzelhető. De ez biztos, hogy ha csinálunk is ilyet, abban az egész zenekar részt fog venni. Tehát akkor, hogy tényleg megyünk, és akkor együtt zenélünk, és egy kicsit más formában is így el tudom képzelni, de ilyen formában, mint ami most volt, az biztos, hogy nem. Hát ebben az évben nyilván, mivel 15 éves nem a zenekar. Csak ebben az évben, még jövőre sem. Csak ebben az év végéig látunk most nyilván előre. Igen. Ahogy 15 éves a zenekar, jubileumi turnén vagyunk, rengeteg, hál' Istennek, rengeteg megkeresés érkezik a zenekarhoz. Úgyhogy nagyon sokat fogunk koncertezni, és ezt már nagyon-nagyon várjuk már mindenki. Jó volt ez az aréna, nagyon vártuk, sokat készültünk rá, jó sikerült, de most már tényleg jó lenne elindulni. Rengeteg időt elteltétlenül. Meg volt egyébként a teltház végül? Ó, bőven. Nagyon. Bőven, gyönyörű, szép volt. Nagyon. Tényleg szép volt. És hogy éreztétek magatokat? Tehát nyilván mi látunk egy képet, mint közönség, de ti belül milyennek éreztétek ezt a koncertet? Még most is feldolgozás alatt van ez az élmény egyébként. Tehát, hogy más az, amikor gyakorlott vagy ebben is például, tehát, hogy csak ilyen koncerteken veszel részt, mint egy depes mód, és akkor csak aréna koncertek vannak, nyilván abban is belerázódsz, és akkor új és új dolgokat fedezel föl és javítod. De mi nekünk ez volt a első bálozók voltunk ilyen téren, és azért még mindig feldolgozás alatt van egyrészt az élmény, meg a tapasztalatok is. De hát nyilván eszméletlen volt. Ki tudtak emelni egyébként egy konkrét momentumot az egész koncertből, ami különösen közel áll a ti szívetekhez? Hát én egy momentumot nem tudok kiemelni, mert amikor vége lett, pont azt beszéltük Kovával, hogy olyan, mintha meg se történt volna, annyira gyorsan elszaladt ez a 2,5 óra. Én nekem, hogyha az aréna eszembe jut, mondjuk, hogy erről a koncertről beszélünk, sokkal inkább azok jutnak eszembe az a felkészülési idő, hogy milyen hosszú volt, mint maga a koncert, mert nyilván, ahogy Kova is mondta, a koncert azért az még pörög az emberbe, néha látunk YouTube felvételeket, és akkor kívülről milyen lehetett maga a koncert.
volt már nekem komfortosabb koncertem is, tehát hogy azért ez egyfajta szíves nyomás csak ráhelyez az emberre, nyilván ezen el kell próbálni átbillenni, és csak arra koncentrálni, hogy mindenki jó érezze magát, és hogy a zenekar jó teljesítsen a koncerten. Visszajelzések szerint úgy néz ki, hogy ez sikerült, és hát ez egy nagyon örömteli hír tulajdonképpen. Ugye nem csak zeneileg készültetek erre a jubileumi koncertturnéra, hanem fizikailag is, hiszen évelején egy barátságos foci meccset játszottatok valakikkel, és kivel? Hát az épp a debreceni öreg fiúk, ugye régi barátság ez egyébként, és régóta beszélgettünk is már erről a dologról, hogy esetleg kipróbálhatnánk magunkat, nem csak zenei formában ők, ugye, mert ugye Dombi Tibiről, a Sándor Tomiról is szó van, akiknek meg saját zenekaruk is van, ugye ezt itt Debrecenben biztos, hogy mindenki tudja, vagy sokan tudják, és mi léptünk már föl együtt egy színpadon, a Vírfarkassal, még mindig Vírfarkas, viszont nem fociztunk. Ugye az ő szakterületükön, vagy az erősebb szakterületükön még nem próbáltuk ki magunkat, úgyhogy elérkezettek, láttuk az időt, vagy egy ilyet is összehozunk. Egyébként pont mostanság lesz majd a visszavágója, mert ugye ez Budapesten volt, a Vasastelepen, és akkor most meg tervezzük azt, hogy majd Debrecenben meg a visszavágót megcsinálni. Nem feltétlenül most, ezen a koncerten, amikor most érkezünk, hanem... Hát jobb idő lesz akkor valamikor biztos, igen, hogy lesz. Tehát lehet, hogy pont a fő... mi ez? Majdnem nagyon előre szaladtam Főnix-el. A Campus Fesztivál idejében majd szerintem. Na és milyen volt a Vega teljesítménye? Hát szerintem... Ja, a foci van? Igen. Hát mi nagyon jók voltunk. Én azóta a foci meccseket sokkal nagyobb ámulatban nézem, még az NB1-es futballmérkőzéseket is, amiket nem néztem, mert ennyit futni, tehát én azt mondtam, hogy mondták, hogy 2x15 perc, vagy mennyit játszottunk, hát mondom. Ez... Egyébként elképesztőek a srácok, tehát hogy mennyire kevesebb, sokkal kevesebb mozgásból a labdát járatva, tehát látszott, hogy vérprofik. Mi meg futkeresztünk össze-vissza, mint a mérgezett tegerek, de még így is egész jók voltunk, hát aztán meghozták azt a döntést, hogy szétosztják ugye az öreg fiúk csapatot, tehát a profikat, és akkor a zenekarból is egy ilyen két vegyes csapat alakult ki. Én mondjuk pont abba estem bele így, igen, a Jimmy a másikban volt, amelyik ugye megnyerte végül ezt a meccset, de ez nyilván nem a zenészeken múlt, onnantól kezdve, hogy a vegyes csapatok kialakultak, de nagy élmény volt, jó volt, úgyhogy várjuk a visszavágót is tényleg. A Felkovban már ugye említettem, hogy március 23-án indul a koncertturnétok itt Debrecenben, mivel készültek, srácok? Hát nyilván nem ez egy jubileum. Egy jubileumi koncert lesz, nyilván megpróbáljuk az összes lágert belesűríteni ebbe a majd két órás koncertbe, vagy több mint más, tehát hosszabb koncert lesz, mint amit megszokott tőlünk a közönség, vagy mint ami esetleg majd a Campus Fesztiválon várható, mert nyilván az ott egy limitált időkorlát van. Igazából ami újdonság lesz itt a debreceni közönségnek, aki esetleg nem volt az arénában, hogy új taggal bővült a Kovalszki meg a Vega évele óta. Lett egy billentyűsünk, Danika, akit nagy szeretettel fogadtunk, és hát elképesztő embert ismerettünk meg benne. Azt gondoljuk, hogy maga a Kovalszki meg a Vega zenéhez rengeteget tett hozzá, meg rengeteget tud majd a jövőbe hozzátenni. Ez talán egy újdonság lesz így a debreceni közönségnek, ez a fajta megszólalás. Hát igazából nyilván a tőlünk megszokott lendületes jókedvet próbáljuk majd előtérbe helyezni, és hát az összes komolyabb dalslágert, amit lehet, el fogjuk játszani. Már tényleg nagyon készülünk rá. Igen. Nagyon. És mit várhatunk még tőletek idén 2018-ban? Mire készültök még? A 2018-ban nem is az az érdekes, mert ugye most zajlik ez a turné. És akkor Debrecenben is megfordulunk kétszer is, bár mondjuk az őszt is hozzá, nem, kétszer. Biztos, egészen biztos, mert épp ezt akarom mondani. Viszont a 2019-es évet, meg minden egyes évelejét, és szeretnénk ugye igazodva ez az arénás koncerthez, tehát olyan helyszíneken megtartani, ami hát egyrészt a vidéki, tehát a nagyvárosokban olyan jellegű, mint ami Budapesten az aréna, olyan helyeken nyitni. Ugye az első, az Debrecen lesz ebben a körben, hát mi a Főnixbe jövünk majd, és a 2019-es évet itt fogjuk nyitni. Tehát Debrecenhez most nagyon sok szállam, utána meg ráadásul majd készül az új nagylemez, tehát jövünk vissza, és akkor stúdiózunk, tehát és Debrecenben nagyon sokat leszünk. Mert eddig is nagyon keveset voltunk. Igen, mondjuk azt se jel, nem baj, hogy szeretünk titeket. Köszönjük szépen, ugye most sokat fogunk találkozni. Hát akkor srácok, várunk vissza titeket. Köszönjük. Jövőre is. De most mikor is lesz? Ez most március 22.
23-a. 23-a. Igen, és a Lovardában. A turnét a Lovardában, így van. Hát akkor várunk titeket nagyon vissza. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!